Egy holnapi könyvbemutatót ajánlok most figyelmükbe. A kolozsvári felsőoktatáshoz kapcsolódik, egész pontosan a Kolozsvári Egyetem 150 évéhez. Gál György kötetének a címe az Erdélyi Tudományosság fellegvára. A szerzőt köszöntöm most, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Valóban holnap kerül bemutatásra ez a kezemben tartott kötet. Ez abból az alkalomból született, hogy 1872-ben, tehát 150 évvel ezelőtt alapították a kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetemet. Ez egy óriási esemény volt Kolozsvár történetében. Addig Kolozsvár Erdély fővárosa volt, a kiegyezés után elvesztette ezt a rangját, ugye a Magyarország keretein belül egy vidéki várossá vált, de mondhatni kárpótolta a várost az egyetem felállítása. Ez volt a második magyar tannyelvű tudományegyetem, mint ilyen Kolozsvárt egyszeribe a magyar tudományosság fővárosává emelte. 1872. április 29-én hagyta jóvá Ferenc József császár király azt a törvényerejű rendeletet, amelynek alapján hosszas előkészítést követően 1872. november 10-én megnyithatták Kolozsvárt, az egyetemet. A régi jezsuita épületeket kapta meg, amelyben akkor már évtizedek óta a főkormányszéknek volt a székhelye. Ezek az épületek a mai egyetemi központi épület helyén voltak, éppen mostanság pár hete ásták ki egy részének az alapköveit. 40 tanár tanított ezen az egyetemen az első években, 4 karon működtek, úgy mint jogi kar, orvostudományi kar, bölcsészeti és irodalomtudományi kar, valamint matematika-természettudományi kar. Az első évfolyamon mindössze 258 diákkal indult a tanítás, de aztán ez gyors léptekben fejlődött, a század végén már 1000-nél több diák volt, és az egyetem 1919-ig működött Kolozsvárt, az utolsó egy-két tanévben 2500 fős diáksággal, 60 tanárral, akkor az első világháborút követő hatalomváltozás nyomán a román hatóságok felszólították eskütéterre a román király iránt a tanári kart, az megtagadta az eskü letételét, mert egyelőre csak megszállott terület volt akkoriban Kolozsvár, és emiatt valamennyiüket elbocsájtották, az egyetemet átvették, és novemberben román tanári karral megindították a Román Tannyelv Egyetemet. A Ferenc József Tudományegyetemet aztán a magyar kormány Szegeden telepítette le. A professzorok nagy része ott folytatta munkáját, és oda mentek a diákok is többé-kevésbé. Ott működött 20 éven át. 1940-ben jött a második bécsi döntés, amikor Erdély északi része és Kolozsvár is visszakerült Magyarországhoz, és akkor a magyar kormány úgy döntött, hogy Szegedről visszatelepíti Kolozsvárra a Ferenc József Tudományegyetemet, és 1940 őszén pompás megnyitott, követően még újra beindult az egyetem, és 5 esztendőn át működött, egészen 1945-ig, amikor kimondatlanul is bezárták, és helyette első Mihály király aláírásával megszületett a magyar tannyelvű új tudományegyetem, amelyet aztán rövidesen Bólyai Jánosról neveztek el, úgyhogy tulajdonképpen a Ferenc József Tudományegyetem szellemi folytatója lett a kolozsvári Bólyai Tudományegyetem, amelyet 1959-ben aztán összevontak a Bábes Román Tannyelvű Egyetemmel, létrejött a Bábes Bólyai Tudományegyetem, mely tulajdonképp napjainkban is működik, megörökölte az épületeket,
egyes tanszékeken a Ferenc József Tudományegyetem szellemi örökségét is ápolják, megemlékeznek a nagy professzorokról, úgyhogy... És hát nagyon fontos helyet foglal el ugye az országos szellemiség palettáján. Térjünk vissza picit a kötetre, még egy-két percünk maradt. Szerkezetileg hogyan áll össze, és milyen forrásanyagból dolgozott? Nagyon sok képanyag is szerepel, és ez nagyon izgalmas, hogyha mondjuk a ma látható épülettel összevetjük, hogy például egyes elemei akár el is tűntek a régi épületnek. Igen, hát én már közel fél százada foglalkozom az egyetem történetével. Egyrészt úgy, hogy két felmenőm is tanára volt az egyetemnek, nagyapám, dédnagyapám. Másrészt úgy, hogy a doktori disszertációmat is egy egyetemi tanár életéről írtam, Kristóf György irodalomtörténész professzoréről, tehát beledolgoztam magamat kellőképpen az egyetem kutatásába, az egyetem múltjába. Nem ez az első kötetem az egyetemről, már a 125 éves évfordulóra, tehát 25 évvel ezelőtt már megjelent egy könyvem Egyetem a Farkas utcában címmel. Az egy más jellegű összeállítás volt, de arra is alapozva dolgoztam fel most a 150. évforduló alkalmából az egyetem történetének ezt a 73 esztendejét, mert ennyi volt a Ferenc József Tudományegyetem élete. Valamennyi eddigi forrásmunkát nyilván felhasználtam, gyűjtöttem képeket levéltárakból, albumokból, saját magam gyűjtésében is elég sok kép előfordult. Úgyhogy így jelent meg ez a mutatós kötet az Erdélyi Múzeum Egyesület. Méltó ünnepli a 150. évet, és hát nagyon friss kiadvány, ha, ahogy mondta, pár órával ezelőtt került a kezébe. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta, és ne felejtjék, aki kedvet kapott hozzá, az holnap délután 5 órakor ezt a történetet tovább tudja hallgatni.